Balisó. Nem követ, izé, azt a tanácst. 2018. 19. Csap! Újra! Balisó! 2019. Nagyon jó. Már 2019. Hányszor elromcsák ezt emberek éve elején? Te hányszor írtad le időn az átomot? Már semmi, 2018-ban már átírtam 2019-re, úgy fétem, hogy mi lesz. Ráadásul hivatalosan. Ezt igen elrontottam. Hát mindegy, kihiba javítóztam, most jó lett. Új év fogadalmak meg voltak? Persze, hogy... Mit fogadtál meg az új évre? Leállok mindenne. Nem, amúgy nem fogadtam meg semmit. Hogy állhatnál mindennel? Nem lenne Balisó se. Ja, az igaz. Hát nem igazán szoktam így megfogadgatni új évi fogadalmas cuccokat. Nem hiszek ilyenbe. Épp most olvastam egy cikket, hogy év legborzasztóbb és legdepressziósabb napja az január 3. hétfője, eleve a hétfő miatt ugye a szar, meg addigra kifújnak a újévi fogadalmak, rájössz, hogy úgyse tudod teljesíteni, és elbuktál, és még szaridő is van, és na nyambat messze van a tavasz. Szóval január 3. hétfője. Mikor lesz új klik? Új klik az már február elején fog megjelenni. Nagyon jó. Már mindenki várja tiszt erőbű, mert hiányzik embereknek. Csak irogatnak. Mikor hozó, hol vagytok már, mikor lesz már. Hogy lesz, Lali, ennyire felelőtlen? Legutóbb játékot hirdettél. Jó, mert akkor csináljuk olyat, hogy aki bekommentel a videó alá, azt elviszik vacsorázni. Igen, hoztam a sapkát, abba kell beállítani a neveket. Hol vannak a nevek? A neveket már rég fel kellett volna írnod. Nem én és hoztam a sapkába. Nektek van nyomtató, meg minden. Szegény körülmények között élek otthon, mikróm van csak, az mi? Az egész, tévém sincs. Komolyan nincs tévém, hiába röksz. Hát, és tőlem már a neveket. Meghirdetsz egy versenyt, akkor azt végig is kell lenni. Persze, mindjárt. Megnyeri valaki mindjárt. Aggodalomra semmi jobb. Mind, de lemettek valakit. Ezt nem hiszem el. Miért gonoszkodnak itt a rendőrök? Nem égtek a lámpák, vagy mi lehet, van? Lehet, nem égnek. Lehet, csak ledöglesztette autót. Fiatal ficsúrok, te. Húha. Alkohol. Szonda, meter, minden. Te nem ittál, Balázs? Nem. Tegnap este ittam Pezsit. Pezsit? Mit ünnepelti? Voltam egy önkormányzati gyűlésen, ahol éppen a újévi fogadás is volt egyben. Ez talán melyik önkormányzat volt? Nemeshódosban voltam, a Nemeshódosi önkormányzattal beszélni. A Nemeshódosi nagylakmáról 2019-ben és annak megszervezéséről. És milyen helyzet a Nemeshódosi nagylakomával kapcsolatban? Ami biztos, vagy lesz, ami biztos, hogy augusztus 10, augusztus második szombatja, és ami biztos, hogy ott leszel te is, és fogsz dolgozni. Jaj! Jaj! Na, a tegnapi gyűlés jut eszembe, hogy azért máshogy volt Szlovákiában ilyen községi gyűlés. De azon nem ittál pezsgőt. De egész Szlováki azon röhögött. És ott pörgött a kamera. A Fekisi óce? Vagy Fekisi óce? Vagy Fekisi óce. Fekisi óce, mondtam én. Marha. Eléggé szétfutott a dolog. Mi a Peste? Kaptam egy telefont, és magyar számról hív valaki. Keres egy Alexot. Ez az Alex, ez itt Szlovákiában, hogy ilyen fesztivált szervez. Gondolok egy-két névre, egy Bőse is gondolok, meg a Sanyinkra is gondolok. De aztán kérdezem, hogy milyen fesztiválok, meg azért válaszolom neki, hogy itt azért vannak nagy fesztiválok, mint a Bőség, Bőség, Röcs West, aztán például lakom a minden hónapban. De hogy egyik sem ez, hogy ez valahogy Galánta körül van. Galánta körül? Fú, hát mondom, nem tudom, pajtás. Komolyan nem tudom. Magyarázza, hogy milyen fellépőt szeretne nekem kínálni. Miért? A magyar David Gettát. Van olyan, hogy magyar Getta. Van ilyen. Ugyanazt tudja, mint a Getta. Csak magyarul.
és magyar. Ami azt jelenti, hasonlít rá, tehát hasonmása. Zenébe gondolom, ugyanúgy el tudja játszani azt, hogy most csinálok valamit, vagy sem. Megírtam ezeket a fesztiválokat neki e-mailbe, aztán kaptam egy választ tőle, hogy ő ezt a rendezvényt keresi, elküldi a linket, és a szervezőre szeretne elérhetőséget a Facebook eseményre. A esemény Fekisósze Tomorrowland 2019. Ez tényleg megtörtént. Ezt nem hiszem el. És hogy keresi a főszervező. Ezt nem hiszem el. Tényleg. És hogy hívott fő téged? Hogy jutott hozzád? Hát, gondolom valamiféle rendezvények kapcsán, vagy itten, nem tudom miért. Nem tudom, aki beajánlott a magyarok közül. Ez mekkora? Hát azt lefújták, mert lemondotta a képviselőtestület. Megírta, hogy sajnos nem fűznék a nagy reményeket ehhez a rendhez. A marha. Rajtam nevet, érzi, hogy bármit megtehet, hát így legyen, nem bánom én, ha kell, úgyis belehalok ő, soha nem jön már vissza a szívét, egy másiknak adta a vágy, üres olcsó kis játék, ha kell, én 100 évet várnék rád. Sorsolni kell. Na, adta a papír ceruzát, hogy húzzak így a kalap. Hol a kalap? Itt van. Jaj, nem ez, nem az innen a kalap. Innen húzod te. Ja, nekem is. Egy, kettő, rakjon be egyest. Ott. Kicsit lemaradtam, de nem baj. Gratulálunk a győztesnek! Na. Csak velünk ehetsz. Remélem, Leánkor ett. Én is. Jó, az se baj, ha én. Írtok be egyáltalán lányok. Amúgy megnézném a nézőket, hogy így a gender szerint, hogy mennyi a nő, meg mennyi a férfi, aki megnézi a balisót. Szerintem túlnyomó többségében ezt férfiak nézik. Ez egy férfi műsor lett. Önök vagyunk, mint a foci. Férfi műsor lett? Persze. Miért? Nem hasz... Hát nekem eddig csak fiúk mondták vissza, hogy jaj, de jó a balisó, nézzük. Meg vagy jaj, de rossz a balisó, de nézzük. Meg is mindegy, hogy miért, de nézzük. Mondták olyat, hogy jaj, de rossz a persze, balisó. Persze, hogy én imádom a kritikát. És mi volt a kritikának az alapja? Hát, hogy én igen jó vagyok, de téged nem bírnak. Szerintem elsőt nem kell elhúzni januárba, úgyis még félig alszik a klik, úgyhogy csak onnan tudtok lesni minket. De februárra, vagy februártól majd közelővel fogunk gyúrni mindenen, amint csak lehet, rendezvényeken, újságon, webben, applikációk. Apropó, Lali, fönt a Play Store-ba, húzd le. Már fönt van. Be. Na, már is húzom. Click out, vagy csak click? Click out. Click out. És húzzátok ti is, iratkozzatok fel, és Nadi, te vagy. Sziatok. Mindjárt találkozunk megint, mert lesz klikkordás. Nem? Nem. Csapó. Rajtam nevet, érzi, hogy bármit megtehet, hát így legyen, nem bármit.